Stábunk a Szentimre plébánia idei nagybőti estéjének második alkalmára látogatott el, ahol Várszegi Asztrik Bence szerzetes püspök volt pannonhalmi főapát tartott előadást. A második est fő témái sors közösségünk Jézus Krisztussal, Jézus örömhíre, meghívás az életszentségre, a szentségek útján. A népi demokrácia, vagy a létezett szocializmusnak a berkeiből vágyódva jöttünk ki, mint hogy mondjam, egy visszafogott egyház, ki hol egyház közösségébe vagy, én egy bezártabb kolostorból, és aztán ahogy a világ megnyílt, akkor azt mondom, a problémáink nem megoldódtak, hanem szaporodtak, és még súlyosabbak lettek. És hát milyen típusok ezek a problémák, például az önmagunkhoz való viszonyunk, a férfi és a nő valósága, a házasság kérdésessége, az öregkor kérdése. Ez akkor az élet kezdetének az abortusz kérdése, fogamzásgátlás kérdése, csőstől, az eutanázia kérdése, ezek mind körülvesznek bennünket. A homoszexualitás kérdése, a szingliknek a kérdése, a szegényeknek és a gazdagoknak, a kizsákmányoltaknak, a nacionalistáknak és a kozmopolitáknak, vagy az internacionalisták, igaz, hogy talán ilyen már kevesebb van, de a globalizált gondolkodás. Tehát egyszerűen, ha tudatosítjuk, vagy végig gondoljuk, akkor azt kell mondani, hogy a szabadság a megoldatlan kérdések sokaságát borította ránk. És akkor azt mondom, hogy én, mint küzdő és magam is hívő és kereső keresztény ember, én nem tudok patent megoldásokat mondani számotokra, hanem csak bátorítani és bíztatni szeretnélek benneteket, hogy vegyük halálosan komolyan a kereszténységünket, és próbáljunk meg a lényegből élni, a lényeg pedig az Isten és az ember kapcsolata. Mennyi olyan gond és probléma van ma és teher a családokon, amit egy családnak meg kell oldania. És hogyha erőt akar ez a család, akkor nincs más útja, illetve nincs más forrása, mint az, hogy biztonságot az Istennel való kapcsolatban, meg vagyok róla győződve, hogy ez segítség, ez kapaszkodó, ez biztonság, és ez ad annyi erőt a mindennapokhoz, hogy a másikért, a gyerekekért, a fiatalokért áldozatot tudjanak hozni. És a másik például, ez is nagyon nehéz, és ezt a szülői nemzedéknek mondom, a fiatalok nagyon nehezen érnek ma. Na most ez nem bűnük, ez állapotuk. És nekünk ezt az állapotot tekintetbe kell venni, figyelembe kell venni, értenünk kell, és valahol Rónai György azt írja egy kis eszébe, hogy a fa februárban nem késztetheti a nedveit, hogy virágba boruljon. De biztos, hogy eljön a virágba borulásnak az ideje is, amikor majd annak ott lesz az ideje. Tehát meg kell tanulnunk egymáshoz a családban, egymás irányába, a gyerekek irányába, a fiatalok irányába türelemmel lenni, míg majd azt aztán beérve, hát el tudják sajátítani, hogy belátással legyenek az életre és saját magukra. Ki kell mondanunk, hogy a házasság, és ezt el kell fogadnunk, szent, sértetlen, eszményi, örökre szól. De mit csináljunk azokkal a házasságokkal, amelyek mégsem így alakultak? Akkor segítenünk kell. És nem a normát változtatjuk meg, hanem közelebb megyünk az egyes történéshez. Nem mondom, hogy esethez, mert senki se tekinti magát esetnek. És megpróbál az ember ott segíteni. És ha Jézus szavára gondolunk, vagy arra a szituációra,
amit az evangéliumban olvasunk, hogy a farizeusok Jézusnak a szemére vetik, hogy te itt a törvényt lazítod, akkor Jézus nagyon kedvesen, de élesen odapörköl neki, mondd, nem teszel három lépést szombaton, mert tiltja a törvény, de ha a szamarad vagy az ökröd a gödörbe esik, nem húzod ki szombaton is? Dehogy is nem, mert az érdeke. Tehát, ha egy házasság megzökkenik, és a felek ezt őszinte szívvel kívánják, és gyógyulást akar, akkor azt gondolom, az egyháznak, a mi közösségünknek is irgalmasnak kell lennie, és segíteni kell a gyógyításban. Miért nehéz ez? Mert aki, ahol szétmegy a házasság, ott nagyon elterjedt az, hogy ő most ki van közösítve az egyházban. Hát kedves, azért ez a kis, kedvesem, ez a kiközösítés sem megy olyan egyszerre. Van ennek, hogy mondjam, következménye, de aki ártatlan, aki nem kezdeményező, az semmiképpen sincs kiközösítve az egyházból. A másik dolog az, hogy még a kiközösítés részt vehet az Isten tiszteleten, és részt vehet, az, és részt is kell vennie Isten, ha most így közelítem, parancs alapján az imádságban. De akkor ugye azon, hogy engem az egyház úgyis kiközösített, akkor én nem is megyek az egyházba, és a következő lépés lesz az, hogy még a személyes imádságot is elhagyja. És hogyha mi nem gondozunk egy ilyen szétesett házasságot, akkor gyakorlatilag a hitetlen emberek számát sokasítjuk. Mert eljut a személyes hit elvesztéséhez is.